A DVSC négy napon belül kétszer is megmérkőzik a mezőköves csapatával a Nagyerdei stadionban. Először szombaton 17 órától a bajnokságban, vagy kedden 18 órától a Magyar Kupában. Az utcaemberitől pedig azt kérdeztük, hogy mit várnak ettől a két mérkőzéstől. Amúgy azt várom, hogy egy drukkolós kemény meccs lesz, hajtós meccs lesz, inkább mezőnyjátékkal. Én remélem, hogy győzni fogunk. Igaz, most kikaptunk, de hát ha megpróbálunk győzni, én bízom a csapatban. Várnám, hogy győzzenek a mezőkövet ellen, meg az utána következő itthoni meccsét is nyerjék meg. Ha ott akarnak lenni a háromban véletlenül, ugye? Azt várom ettől a mérkőzésektől, mind a kettőtől, hogy ideje lenne most már újra győzni, mert egy álom szerintem, hogy újra nemzetközi kupában indulhassunk, de olyan messze azért nincs a csapat ettől, és én bízom abban, hogy ha mind a két fronton sikerülne ugye győzni, akkor a ősz folyamán lehet, hogy újra lenne Debrecenben nemzetközi kupa mérkőzés, ami pedig nagyon jó lenne. Szerintem a Loki nagyon jól fog játszani, én nagyon várom már ezt a meccset. Én abban is bízok, hogy meg fogják nyerni a meccset, akár 2-3-0-ra is, szóval azt mondom, hogy hajrá Loki! A srácok szerintem maximumot ki fognak adni magukból, ahogy a Fradi mérkőzésen is ezt tették. Miután a edzőjük, tanítványunk volt. Hoppá! Bandi Bá tanítványa volt? Igen, igen. Mit tanított Bandi Bának? Milyen tantárgát? Kémiát is, meg biológiát is. Jó gyerek volt? Nagyon. Olyan tiszteltudó ember, mint amit most, és tud bánni az emberekkel, hál' Istennek. Esetleg üzensz valamit a srácoknak? Minden bele. Végezetül kérnék egy pontos tippet, hogy szerinted mennyi lesz a bajnoki meccs először, és utána, hogy mennyi lesz a kupameccs, de egy pontos végeredmény tippelj. 2-0 nekünk, a másik meg 3-1. 2-1 a bajnoki meccsen, és 1-0 a kupába. Mind a két alkalommal 2-1-re fogunk győzni. 2-1-re fogunk győzni. Szerintem a bajnoki meccs 2-0 lesz, a másik pedig mondjuk 2-1. Hajrá, Loki!